A HNDK gazdaköre borkóstoló műhelyek keretében szeretné megismertetni a fogyasztókat a Baranyai Borvidék boraival, és egyben a borkóstolás tudományába is bevezetni a résztvevőket. Tartottak már ilyen tréningeket több településen is, Bálint Szabó Anasztázia vezetésével, aki a Magyar Agrárminisztérium évelején elindított Kárpát-medence történelmi borvidékeinek fejlesztésére szolgáló Samsz Ferenc terv horvátországi koordinátora. Köszöntöm stúdiónkban Bálint Szabó Anasztáziát, a Samsz Ferenc terv projektkoordinátorát. Szia! Szia! Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Mi is örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kérlek, mesélj nekünk erről a tervről egy picit. Honnan az ötlet, és hogyan csatlakozott a horvátországi magyar gazdakör ehhez a kezdeményezéshez? Pár évvel ezelőtt megalakult a Kárpát-medencei Magyar Borászok Egyesülete, és ez az egyesület magába foglalja az összes határon túli régióból a borászokat, illetve szeretné felkarolni őket, és ez egy közös kezdeményezés ezekben a régiókban. Magáról tervről annyit kell tudni, hogy Samsz Ferenc volt, az ő nevéhez fűződik az első szőlészeti folyóirat Magyarországon, illetve ő foglalkozott először tudományosan a szőlészettel Magyarországon, és ő vizsgálta meg magát a borvidékeket, és osztotta fel megyékre az országban. És ehhez a tervhez ugye csatlakozott maga a gazdakör is. Igen. Ez idén áprilisban kezdődött maga a projekt, és most értünk abba a fázisban, hogy megvalósul nálunk is, illetve hogy kézenfogható, illetve olvasható programjaink vannak ennek a tervnek a keretein belül. Szeretnénk arra hegyeztük ki a tervet, hogy szeretnénk kicsit népszerűsíteni a gazdakör tagjainknak a borait. Nem sok borászunk van, aki tag, de viszont annak a néhány borásznak szeretnénk is, illetve szeretnénk a fogyasztókhoz közelebb hozni magát a borfogyasztás kultúráját. És ehhez egy rendkívül izgalmas programot találtatok ki, egy borkóstolási tanfolyamot, tréninget gyakorlatilag, ahol el lehet tanulni magának a borkóstolás művészetének a folyamatát, feltételezem, és hát ebből nyilván most a nézőknek is mutatunk egy rövid ízelítőt, hogy mire számíthatnak. Mi az, amiről nekem mondjuk, mint laikusnak, aki szeretem a bort, szeretem a baranyai borokat, viszont magához a borkóstoláshoz nem értek olyan szinten, ugye, mint ti, akik borászattal foglalkoztok, illetve a borkóstolást tényleg profi szinten űzitek. Mi az, ami a leggyakrabban ezeknél az embereknél zavart szokott okozni, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívás a borkóstolásnál? Ugye otthon is mi foglalkozunk borkóstolással, és hogy észreveszem, illetve a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan megszeppennek. Ugye egy-két frázist nem ismernek, félnek. Igazából mindenki ugyanazt érzi abban a pohárban, csak nem mindenki tudja úgy kifejezni magát, és sokan megszeppennek ilyenkor. Szeretnénk ezt kicsit így bátorítani a közönséget, illetve a fiatalabb generációnak is közelebb hozni, hogy magát a borfogyasztás kultúráját. Másik szempontból pedig azt ad, hogy vásároljunk a helyitől, hogy ne a szupermarketekben vegyünk meg egy-egy palackbort, vagy akár folyóbort, mert itt a tagjainknak még a zöme az folyóborként is értékesít, hanem igen, vegyük meg az ismerősöktől, vegyük meg akár az a településen belül, és ne menjünk el egy hipermarketbe vásárolni. És a borkóstolókat amúgy teljesen laikusoknak gondoltuk, mármint teljesen a kezdetektől kezdenik, hogy mit jelent egy boros pohár, hogy fogjunk egy boros poharat, meg mit lehet érezni, mert viszont vannak ilyen sablonok, hogy egy-egy szőlőfajtának a bora mire hasonlít, hogy mit érezni, mert sokszor, amikor azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon barackvirágos, igazából mindenki a barackot keresi benne, de igazából vannak frázisok, amiket meg lehet tanulni, és igen, ez egy olyan terület, amit sokszor gyakorolni kell, és akkor úgy kicsit bátrabb lesz az ember is, és jobban ki tudja magát fejezni, illetve maga a bor egy nagyon szép művészet, illetve a borkóstolás is, ami nem csak nálunk, hanem amúgy a világban is nagy népszerűségnek örvend. Hát én azt mondom, hogy akkor próbáljuk is ki magát ezt a folyamatot. Hoztál nekünk nagyon fantasztikusan kinéző baranyai borokat, ugye helyi termelőknek a borait. Tehát akkor itt most szerveznénk gyorsan egy rövid borkóstolást a műsor keretein belül. Hogy néz ez ki? Hogyan indulunk?
Tematikában általában úgy építjük fel a borkóstolókat, hogy először egy könnyedebb, frissebb borral indulunk, és úgy vezetjük fel, hogy nyilván fehér, attól függ, hogy rendezzük be a borsort, de általában könnyed fehér borokkal, és úgy megyünk az érleltebb, nehezebb borok felé, illetve a fehér borok után rozét és vörös borokat szoktunk általában kóstolni. Itt néha meg szoktam bontani a sorrendet, van úgy, hogy a végére egy pezsgővel, az úgy mindig felfrissíti az embert a nehéz vörös borok után. A vörösborokat azokat pedig úgy kóstoljuk, hogy évjárat szerint. Először, mivel nyilván az újabb vörösborok sokkal gyümölcsösebbek, hogy akkor azokkal kezdjük, és akkor évjáratban visszafele megyünk, hogy ahogy idősödik a bor, illetve az érlelés is fontos nálam, hogy mégiscsak egy fahordós, ne egy nehéz fahordós vörösborral kezdjük, hanem egy könnyedebbel. A tematika az összes, amiket meghirdettünk borkóstolókat, ugyanígy van felépítve, hogy minden tétel teljesen más stílus. Hogy akkor így igazából, aki szereti a picit édesebbet, olyant is tud kóstolni. Nyilván lesz rozé is. A rozét szeretem különösen kiemelni, mert ugye nálunk még meg van engedve, hogyha a védett földrajzi eredetű fehér és vörösbor szabad házasítani. Csak azt mi ugye szeretjük elmagyarázni, hogy mi a rozét az vörösborból készítjük, de ugye fehérboros technológiával így készül a rozé. Ennek ellenére például nálunk Horvátországban nagyon nagy trend hódít a pici maradék cukornak, ami a rózékat illeti, és sajnos egyik szempontból a fehér boroknál is egyre több borász átáll a pici maradék cukorra, hogy picit elviszi ez az édesebb ízvilágban. Mit tudunk a mai választékról, amit ide elhoztál nekünk, mondjuk a fehér borról? Ugye három termelőtől kóstolunk ma bort. Az első, ez egy Sauvignon Blanc lesz, egy 2021-es borról beszélünk. A Sauvignon Blanc nagy népszerűségnek örvend amúgy a vidékünkön. Az olasz rizling után talán a legnépszerűbb fajták, amit szinte minden borásznak megvan. Itt a Sauvignon Blancnál is két stílusról tudunk beszélni, amúgy ha a világ Sauvignon Blancjait nézzük. Ugye van ez az Új-Zélandia, ez a nagyon friss, nagyon zöldes, kicsit bodzás, virágos illat, és akkor van ez a hagyományosabb Sauvignon Blanc, amit picit tovább kint hagyják a szőlő szüret idején, egy ilyen kicsit testesebb, nagyobb testű, nagyobb alkohol, a kicsit a markánsabb bort készítenek belőle a gazdák. Igazából, ami a baranyai borvidéket illeti, nálunk mind a két stílus megtalálható. Most, amit kóstolni fogunk, ez inkább ez a kettő közötti, úgy mondanám, hogy inkább ez a kettő közötti. Picit magasabb az alkohol, egy ilyen 13 és feles, de viszont kóstoljuk meg szerintem. Kóstoljuk. Szóval először is. Igen, a borkóstolás, amúgy azért szoktunk mondani, hogy a borkóstolás művészete, mert igazából, meg ugye a borkóstolókat is elneveztem tréningnek, mert ugye az érzékszerveinket edzük, ugye megszagoljuk az orrunkat, megnézzük először a színét, hogy utána pedig nyilván az ízlelő bimbóinkat is edzük. Ez miért fontos mondjuk? Ez a része a történetnek. Mármint, hogy a pohárban? Igen. Ahogy a palacban van már egy ideje, akkor nyilván, ahogy levegővel érintkezik, jobban kinyílik a bor. Ezt szoktuk javasolni még az olyan boroknál, amik húzamosabb ideig vannak palacban, hogy picit levegőhöz kapjanak, és kicsit magához térjenek. És ugye emellett a Sauvignon Blanc mellett, ugye most így nem tettük ki külön az asztalra, ugye az olasz rizling, amit szeretek még kihangsúlyozni, és ugye mint egész kontinentális Horvátországnak a legnépszerűbb bora, minden borvidékén megtalálható, ugyanúgy Baranyában is nekünk a több mint fele a borvidéknek az olasz rizling, ugye Grassevina-ként forgalmazzuk. Magát a fajtát azt nagyon szeretjük, mert viszonylag könnyű vele dolgozni a szőlőben is, és nagyon szép borokat lehet belőle kapni, és nagyon szépen visszaadja a terroárt. Ugye mindenhol van, a környező országokat megtekintve, mindenhol ott van az olasz rizling. De viszont mindenhol más. Nagyon szépen beazonosítható, hogy milyen vidéken termet, és ettől függetlenül lehet belőlük készíteni egy nagyon könnyed olasz rizlinget, akár egy fröccsbort, de viszont jól áll neki az, hogy picit kintmarad, hogy kicsit ilyen késői szüretre elvinni, illetve most páran próbálkoznak Baranyában a fa hordós éleléssel is, ami szintén kóstoltuk, és viszont az is nagyon jól áll neki. Nagyon sokoldalú maga a fajta is. És akkor elérkeztünk ugye a rozéhoz, amit mondtál, hogy tulajdonképpen itt ezen a területen vörösborból
készítenek. Igen, igen, fehérbor technológiával, ugye. Azt jelenti, hogy a vörös bortól eltérően, ugye itt nem hagyják héjon eljön, illetve csak pár órát, fajtától függően vannak olyan fajták, amik jobban festőfajták, úgymond könnyebben kiengedik a szint, illetve gyorsabban, akkor nyilván a pár óra is lerövidíltileg egy-két órára, és viszont vannak olyan fajták, amiket picit tovább hagynak héjon, a továbbhagyásiról is, amikor beszélünk, az is ilyen 5-6 óra. Egy rozé küvét fogunk kóstolni, ez egy 2021-es évjárat, és igazából a három termelő, az is érdekes, hogy mind a három másik helységből van, de mind a három ugye a baranyai borvidék, és kicsit más-más a stílusuk. Ugye a rozén általában, a rozét mikor kóstolunk, akkor inkább gyümölcsöket keresünk benne, hogy gyümölcsösebb a rozébor. Málnát érzek, ez lehetséges? Igen, ezt is meg kell tanulni igazából a borkóstolónál, hogy annyira szubjektív, és mikor egy-egy borverseny, nehéz objektívnek is lenni, hogy magát a termelőt nyilván abban két percben fogjuk lepontozni, hogy nehéz ezt is meg kell tanulni, hogy attól még, hogy lehet, hogy nem az én stílusom, az egy nagyon szép bor, és a borkóstolás is annyira szubjektív, mindenki mást érez, de igazából ugyanazt kóstoljuk. És akkor jöhetnek a vörösek. Ebből két fajtát is készítettél. Igen, szándékosan. Mivel beszélünk egy kadarkáról és egy merlotról, a kadarka az egy 2021-es évjárat, egy ilyen gyümölcsösebb. Maga a kadarka is egy fűszeresebb bor készül belőle. És akkor hoztam egy merlotot, ami egy 2018-as, ami már egy ilyen faérlelést is kapott, hogy így akkor teljesen más stílus a kettő. De akkor kóstoljunk kadarkát. Igazából ez az egyetlen egy termelő a vidékünkön, akinek van bíbor kadarkája. Mitől specifikus, mitől különleges maga a kadarka típus? Érzékenyebb fajta amúgy, maga a szőlő az érzékenyebb a többihez képest, ezért szerintem a termelők annyira nem kedvelik a kadarkát. Nagyon, nagyon szép gyümölcsös amúgy, ez most volt fahordóban, de nagyon rövid ideig, ugye már az évjáratról is beszéltünk, hogy 21-es, és szerintem azért nem kedvelik annyira a termelők, hogy érzékeny a betegségekre nagyon, és nehezebb megőrizni magát a szőlőt a szüretig. Árérték arányban mondjuk egy kadarka, az hogy teljesít a piacon? Mint ahogy mondtam, hogy nálunk igazából ő az egyetlen egy termelő, szomszédos országainkban inkább divatosabb bor, de ott is inkább ez az alsóbb kategória. Szegényt kicsit leértékelik le a többi fajtával szemben. Mert ugye a kadarkából nem szoktak egy ilyen nehéz testes vörös bort készíteni, hanem inkább ezeket a könnyedebb, gyümölcsösebbeket, és hát nyilván ez a piactól is függ, hogy mire vevő a piac. És hát akkor nézzük az utolsó versenyzőnket. Ez pedig egy merlot lesz. Igen, egészen más már az illata is. És ugye nyilván, főleg a vörösboroknál, amikor már arról beszélünk, hogy 2018 és 2022-t írunk, figyelembe kell venni, hogy a borász 4 évvel ezelőtt hogy gondolkodott, és hogy mit szeretett volna akkor. Lehet a 4 év alatt más stílust váltott, illetve az éghajlatnak nagyon nagy befolyása van a magára a termésre. Ugye a bor az nem a pincében kezdődik, hanem a szőlőben, és erre mindig szeretem ki a hangsúlyt fektetni. És ilyenkor nyilván az éghajlatnak nagyon ki vagyunk téve. Ennek ellenére a szőlő az nagyon szereti az ilyen extrém időjárási tényezőket, és nagyon jól bírja, hogyha nincs csapadék, ha magasabb a hőmérséklet, de nyilván ezt is azért megsínli egy huzamosabb idő után. Anasztázia, én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt ez a mai nap, illetve ezek a borok mindegyike, és egy olyan kérdést szeretném zárni ezt a beszélgetést, hogy kiket vártok ezekre a borkóstoló tréningekre? Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, aki szereti a bort, aki érdeklődik a bor iránt, illetve aki szereti az ilyen borkóstolókat. Akár társalgás céljából, akár hogy ismeretet szerezzen róla, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.